Fiával együtt tartotta meg a bemelegítő gyakorlatokat Hill Csilla. Azt mondja, szükségesek az ilyen rendezvények annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet az autistákra, Asperger-szindrómával élőkre, és a társadalommal elfogadtassák őket. Minél többet beszélünk róla, én azt gondolom, hogy egyre inkább elfogadóbb a társadalom. A 17 éves Viktor hetente kétszer edz édesanyjával. Jelenleg a Bonyhádi Arany János Gimnázium magántanulója. Nagyon sok szerencsét kívánok a futóknak a futáson. Elrajtolt a mezőny, futás közben különböző meglepetések érték a sportolókat. A Szekszárdi Sportközpont igazgatója családjával együtt érkezett a futásra. Az egy kilométeres távot kisfiával együtt tette meg. Úgy gondoltuk, hogy ez a mai nap egy kicsit ilyen jambori jelleggel egy összetettebb dolog legyen. Reggel lesz egy bulifutás, amire látom, hogy már nagyon szép számmal jönnek az érdeklődők. Utána bent lesz egy családi sportnap, ugrálóvára, játékokkal, illetve fellépőkkel, akik színesítik a rendezvényt. Vízzel Lőci Gizella, a szervező azt mondja, jó érzés látni, hogy évről évre egyre többen vesznek részt rendezvényeiken. Nagyon bízom abban, hogy annak köszönhető, hogy szimpatizálnak velünk az emberek, és hálájéknek érezzük tényleg a támogatásukat lélekben, ami nekünk nagyon sokat számít érintett családoknak, mert egy kis erőt ad a hétköznapjainkba. A jótékonysági futáson befolyt összeg egy részét az egyesület képzésekre, érzékenyítő előadásokra, táboroztatásra, fejlesztő eszközökre fordítja. Az adományok fennmaradó részét félreteszik, hogy abból egy fejlesztő központot hozzanak majd létre.